Minden 65 év feletti nyíregyházi lakos kap egy többször használható, mosható és vasalható arcmaszkot, mondta el keddi sajtótájékoztatóján Kovács Ferenc, a megyeszékhely polgármestere. A több mint 21 ezer maszkot a város varrodai kapacitással rendelkező cégei készítik el. A kormány döntése értelmében hétfőtől az üzletekben és a tömegközlekedési eszközökön kötelező az arc maszkkal, kendővel vagy sállal történő eltakarása. Megkértem azokat a cégeket, akik megfelelő varrodai kapacitással rendelkeznek, és már tudtunk róla, hogy korábban is kisebb tételben adományoztak, illetve saját dolgozóiknak, másoknak készítettek ilyen maszkokat, hogy tudnának-e segíteni, és nagyon nagy örömünkre a Hübner Kft., az Eisman és a Bodó Collection Kft., egy nyíregyházi családi cég, felajánlotta ezeknek a maszkoknak az elkészítését. Azt szeretnénk, és ezt ma meg is kezdjük, hogy minden 65 éven felüli nyíregyházihoz a héten belül jusson el egy ilyen maszk. Ugye ez egy többször mosható, fertőtleníthető pamut maszk, ami nem egyszerű használatos. A csomagolását a polgármesteri hivatal dolgozói végezték, tegnap 5000 darabot már el is vittek.